tisztelt közönség! Azt a felkérést kaptam, hogy Ahern János és Petőfi Sándor barátságáról, illetve ő Petőfi katonaságáról, a BEM tábornokkal való kapcsolatáról beszéljek. Előzetesen csak annyit tudok mondani, hogy hát ez nagyon nehéz ezekről a dolgokról beszélni, hiszen Petőfinek, Ahernynak élete olyannyira benne van a magyar társadalom köztudatába, az irodalmi diskurzusba, hogy tulajdonképpen új adatokkal, új tényekkel én nyilvánvalóan nem tudok itt szolgálni. Legfeljebb annyit tudok tenni, hogy egy pár dolgot megpróbálok új vagy más szemszögből feltüntetni. Ugye Ahern és Petőfi barátsága az a magyar irodalomnak egyik ilyen abszolút központi kérdése, hiszen az egész 19. századi magyar irodalom, ahogy tanuljuk, ahogy 150 éve tanuljuk, az ő kettejük életművének kanonizálásán alapul, és végső soron mindaz, amit a 19. századi irodalomról tud a magyar társadalom, az e két figura hatásán keresztül érvényesül. Nagyon érdekes barátság az övék, hiszen ne felejtsük el, mindössze 2,5 évig tartott a kapcsolatuk. Petőfi korai halála meggátolta azt, hogy hosszabb ideig együtt legyenek, és ráadásul az a korban elég nagy probléma, hogy messze laktak egymástól, azt is eredményezte, hogy ez alatt a 2,5 év alatt is viszonylag keveset találkoztak. Találkoztak, hiszen Nagy Szalonta ma is elég messze esik Budapesttől, hát még abban az időben, amikor nem vasúttal, hanem kocsival közlekedtek. Kapcsolatuk ugye egyértelműen irodalmi barátság volt, nem találkoztak és megkedvelték egymást, hanem Petőfi Sándor meghalván, hogy van egy új nagy tehetség, megszületett egy új nagy irodalmi mű, kapcsolatai révén hamarabb elolvashatta a Toldit, mintsem, hogy az megjelent volna nyomtatásba, kéziratba olvasta, és rögtön lelkesen üdvözlő verset írt Ahern Jánosnak, akit, mint ismerhetes, köszönő levélben, rögtön versben válaszolt, és ez a két vers azóta, mondjam, iskolai tananyagként ismerhetes számunkra. De éppen ebben látszik az, hogy kapcsolatuk abban állt, hogy fölismerték egymásba irodalmi törekvéseiknek hasonlóságát, és ezért rögtön bizonyos értelemben irodalmi szövetséget kötöttek. Hiszen Petőfinek a köszöntő levele is, amit tanulunk az iskolába, Ahernynak a viszont verse is, rögtön arról beszél, hogy milyen irodalmat képzelünk el, milyen irodalmat csinálunk, ne adj Isten, fogunk csinálni együtt. Együtt. Tehát itt a kapcsolat jellegét az irodalmiság határozta meg. Éppen ezért borzasztó érdekes, hogy miközben egy jó ideig nem ismerték egymást személyesen, és csak irodalmilag leveleztek, irodalmi problémákról beszélgettek, rögtön kialakult köztük egy olyan típusú és olyan jellegű személyesség, ami a korabeli irodalmi viszonyok között tulajdonképpen elképzelhetetlen volt. Példának okáért rögtön az, hogy Petőfi rögtön az első leveleinek egyikében letegezi Ahern Jánost, és viszont várja a tegeződést. Ez abban az időben egyáltalán nem volt konvencionális. Ugye ma, ha bemegyek a trafikba, simán letegeznek engem, de abban az időben idegen emberek, írók egymás között csak akkor tegeződtek, hogyha tényleg barátok voltak, egyébként megtartották a köteles udvarias érintkezési formát. De Petőfi fölismerte azt, hogy Ahern Jánosban szövetségest talál, és ezért, ahogy egyébként ő
a maga Pesti Irodalmi Társaságába természetesen mindenkivel rendkívül kötetlen, fraternizáló, tegező viszonyba volt, letegezi Arany Jánost, aki biztos vagyok benne, hogy először csuklott egyet, majd utána visszategezi Jánost és Sándort, és attól kezdve levelezésük kap egy olyan baráti fraternizáló jelleget, ami egészen különlegessé teszi kapcsolatokat, ugyanis 2,5 éven keresztül állandóan viccelődnek egymással. Ugye Arany Petőfi levelezése egyrészt rendkívül becses, irodalomtörténeti forrás. Milyen problémákról beszélgettek, milyen problémákat vetettek föl egymásnak, kikkel voltak jóba, kikkel veszekedtek. Másrészt azonban azért rendkívül becses forrás, mert ilyen, hogy humoros levelezést olvasnánk, ilyen tulajdonképpen teljes mértékben párhatlan a magyar irodalom történetében. Komoly emberek, komoly kérdésekről beszélgetvén megengedik egymásnak a tréfának a hangnemét. Ez átütő sikerű gesztus volt, pontosabban lett volna, csak persze ezek a levelek magánlevelek voltak és maradtak, és nem jelentek meg, csak Arany János halála után, tehát keletkezésük után, 40 évvel, a 80-as évek végén Arany László adta ki atyának levelezését. Arany miközben rendkívül patetikusan, nagy szeretettel ápolta Petőfinek az emlékét, soha ki nem adta azt, hogy milyen személyes viszony volt közöttük. Ez, mondjam, kuriózum volt, és kuriózum maradt, és éppen ez mutatja, hogy milyen érdekes, hogy az irodalomnak a kommunikatív funkciója a nyilvánosság és a magánélet számára teljes mértékben különböző volt. Hiszen Petőfiről ugye tudjuk, hogy a baráti társaságában rendkívül közvetlen volt, időnként nyers, dueva, időnként rendkívül kedvesen, humoros, tehát ő semmiféle formákat nem tartott be, de a nyilvánosság előtt rendkívül sok formát betartott. Arany pedig egy zárkózottabb lélek lévén élete végéig fenntartotta a társadalmi érintkezésnek konvencionalitását, és nem leplezte le azt, hogy mennyit tréfálkoztak, mondhatnám úgy is, hogy hülyéskedtek Sándorral. Ugye ez éppen ezért nagyon érdekes és nagy szerencséje a magyar irodalom történetnek, hogy Arany és Petőfi távol laktak egymástól. Hiszen Petőfi nagyon jóba volt sokáig, nagyon összevesztek utána Jókai Mohel, kitűnő barátja volt Pálffy Albert, ez az elég jó író, kitűnő újságíró, együtt is laktak. Nem tudjuk, hogy milyen volt igazából a kapcsolatuk, mert nem maradt róluk dokumentum, mert hát nem írták le, mert minek írták volna le? Beszélgettek. Arannyal szerencséje nem tudtak beszélgetni, és ezért írtak egymásnak. És pillanatokon belül egymásra hangolódtak. Azért érdekes ez az egymásra hangolódás, mert hát ezt mindannyian tudjuk, a műveket olvasván, meg az élethajzot ismerve, hogy nagyon különböző lelki alkatok voltak. És ugyanakkor az irodalom összekötötte őket, és összekötötte őket az, hogy mind a ketten viszonylag alacsony sorból származván, az irodalmon keresztül óhajtottak beilleszkedni a társadalomba, és óhajtottak, hogy modernül fogalmazzak, karriert csinálni, és ebben szövetséges találtak egymásban. Ráadásul, ugye Petőfi, amikor fölvette a kapcsolatot Arannyal, már Pesten az irodalmi életnek az egyik döntő fontosságú központi figurája volt. Ugye ezt ma nagyon nehéz elképzelnünk, hogy milyen is lehetett az, hogy egy 23 éves fiatal
mondjuk így fickó, kizárólag a tehetsége révén olyan karriert csinál, hogy a korabeli modern irodalmi élet diskurzusa ő körülötte forog. Ugye Petőfi egy csodálatos karriert csinált. A rövid élete alatt, rövid irodalmi élete alatt, ugye ez 7 év tulajdonképpen, 7 év alatt rengeteg kötete jelent meg. Rengeteg könyve jelent meg, megjelent az a összes verses kötete, ilyen nagy alakú kötet, csodálatosan szép nyomdatechnikával kinyomtatva, díszesen, nagyon drágán, és egy fél év alatt 3000 példányban elfogyott ez a nagyon drága összes versek. Képzeljük el ezt ma egy 23 éves költő esetébe, egy 23 éves költőnek a verses kötete nemhogy ennyi példányban nem jelenhetik meg, de hogy ráadásul összes verseit szép, mondhatnám muzeális kiadásban jelentessék meg, elképzelhetetlen. Petőfi benne volt az 1840-es évek irodalmi diskurzusában, nemhogy benne volt, hanem ő volt a közepén, ő róla szólt, ő tulajdonképpen az egész diskurzus. Olyan brutális erővel tört be egy új hanggal az irodalomba, hogy mindenki felfigyelt rá, az irodalmi élet egyik fele rajongva tisztelte, és időnként hihetetlen túlzásokkal dicsérte föl, mondhatnám úgy, hogy a mennyekig, a Petőfi kultusz az rögtön megkezdődött már Petőfi életébe is. És ugyanakkor kihívta maga ellen a korabeli, mondhatnám, nem újító irodalmiságnak vad dühét is. Ugye tudjuk, ezt tanultuk az iskolában, hogy Petőfiről nagyon nagy viták zajlottak. Rendkívül durván megtámadták, és ki akarták tagadni az irodalomba, mondván nagy tehetség, de műveletlen, illetlen, úgy beszél, ahogy a kocsmában beszélnek, az irodalomban a konvenciókat, a tisztességet, az illemet nem tartja be, mindent megsiet, és emiatt, hogy mondjam, tessék hátába az agarakkal visszább. Petőfi rendkívül sértődékeny ember volt, megsértődött, de nem visszavonult, hanem visszavágott. És a Petőfiről folyó kritikákat éppen azért érdemes megnézni, hogy lássuk, hogy nem csak nagyon erősen támadták Petőfit, hanem Petőfi roppant erősen vissza is támadt. És bizonyos értelemben provokálta a kritikai vitákat, és ezzel elérte azt, hogy az irodalmi beszéd az róla szóljon. Pro és kontra. A 1910-es években megjelent egy nagyon szép és nagyon értékes könyv, Petőfi napjai a magyar irodalomba címmel, egy 500 oldalas könyv, tulajdonképpen adattány, azt rögzíti csupán, hogy Petőfi életébe mikor mit írt a magyar sajtó Petőfiről. Most gondoljuk meg, hogy 7 év alatt 500 oldalas adattárat lehetett összegyűjteni, 7 év tevékenységéről 500 oldalt lehetett összegyűjteni, mert azt is megírták Petőfiről, hogy mikor fog megjelenni a következő verse, azt is megírták Petőfiről, hogy most éppen Veszprémbe utazott, azt is, hogy jegyet váltott Szendhelyi Júliáról, azt is, hogy senki házi irodalmát akarhagy, de vele volt tele az irodalom. És Petőfi ezt akarta megszervezni. Az irodalmi életnek ezt az új fórumát, amit nyugodtan kimondhatjuk, hát ő akart dominálni. Dominálni. És el is érte azt szervező tevékenységével, ügyes taktikázással, hogy
1847 közepére az ország második legnagyobb irodalmi folyóirata, az Életképek, az kettejük szerkesztésébe került át, Jókai és Petőfi mind kebelbarátok, 23 éves fiatalemberek, teljhatalmat kaptak az irodalmi élet második legnagyobb fórumának a szerkesztésére. No kérem, ezt a hátteret képzeljük el, amikor Petőfi fölkeresi Arany Jánost. Íme megszületett a Toldi, egy hatalmas remekmű, felbecsülhetetlen, mondja Petőfi Sándor, ezt megszerzem magamnak, és bevonom abba az irodalmi körbe, amivel mi az új, anakronisztikusan szólva, avantgárd irodalmat csináljuk, akkoriban mondva a romantikus irodalmat csináljuk, a népies romantikus irodalmat csináljuk, és nem engedem át Arany Jánost a másik folyóiratnak, amelyik ugye nem ezt a típusú modernitást akarja képviselni. Ugye, ha olvassuk Petőfi Arany levelezését, ezt állandóan látjuk, hogy Jánoskám, te nem ismered a pesti irodalmi életet, micsoda gazemberek vannak közöttük, azokkal szóba ne álljál, nekünk adja csak a verseidet. Petőfi, Arany egy csomószor teljesen tétován néz, mert tényleg nem ismeri az irodalmi életet, és nem így vélekedik az irodalomról, hogy gazemberek és üzletemberek ki akarnak zsákmányolni téged, ezért csak hozzád megyek, hanem ő tájékozódni akar, Petőfi pedig kellő, nagyon szelíd és szeretetteljes agresszivitása be akarja vonni. Ugye mindannyian tanultuk az iskolában, hogy Petőfi Arany Tompa beszép triumvirátus lesz. Ugye mi leszünk az irodalmi élet vezető háromsága, és mi fogjuk ezt csinálni? És ez tulajdonképpen, mondjam, különböző történelmi kalandok után tulajdonképpen sikerült is. Az 1850-es, 60-as években az irodalom úgy nézte magát, hogy Petőfi Arany Tompa triumvirátusa dominál, és ők a legjobbak, őket kell követnünk. Ugye Petőfi és Arany, ugye, bizonyos értelemben állandóan vetélkedtek is egymással. Ugye, van egy csomó próbálkozás, hogy ugyanazt megírom én is, megírom te is. Van egy csomó olyan kérdésük, hogy vajon lehet-e eposzt írni egyáltalán? Ugye, nagyon súlyos irodalom elméleti kérdés volt abban az időben. Ja, rögtön belekap az egyik a másik, hogy te miről írnál, én miről írnék. Válogassuk meg, hogy egyáltalán kit lehet nagy történelmi figuraként bevenni az eposznak a patetikus nagyságrendjébe. Egyezünk meg egymással. Megegyeznek, és egy közös programot alakítanak ki. Ugye ez a kedves azonosulásuk, hogy egymáshoz, egymásba kapcsolódva akarják csinálni az irodalmat, az ugye szintén bizonyos értelemben provokációként is hatott. De is Petőfi megtehette azt, hogy a saját folyóiratában szépen leközölte, üdvözlő versem Arany Jánoshoz, Arany János viszont verse. Most ez egy szokatlan gesztus volt abban az időben, meg ezen még ma is kicsit szokatlan lenne. Az egyik folyóirat a rögtön nagyon szellemes, de nagyon dueva paródiát írt róla, mondván, hogy költők egymást dicsérik, óda ökölszemhez, mondja, viszont óda sremánykához. Daloljunk egymásról állandóan, mert így csináljuk meg a pozíciót. Mondta a konzervatív irodalom, és nagyon komolyan kvázi kinevették azt, hogy ezek együtt akarnak fellépni.
Pedig ezek tényleg, hogy mondjam, bizonyos értelemben nagy szeretettel építették egymásnak a karrierjöket. Ugye csodálatos játék a Arany Jánosnak az egyik ilyen tarifás versébe, ahol üdvözöllek téged Sándoren, én üdvözöllek téged, írja franciára fordítva a nevét, Jean de Oren, vagyis Jean Arany János, de hogyha megnézzük, a Sándor és a Jean-Doen az a rímhelyzetben ugyanúgy hangzik. Tehát kvázi teljesen azonosak vagyunk legalábbis a versnek, a víziójába, a képében. Most ez a kettősség, ez ugye nagyon hatásos irodalmi program volt. És most áttérvén a magánéleti érintkezése, nagyon hatásos volt ő személyesen is. Nagyon megszerették egymást, és ismerjük, amikor Petőfi meglátogatta Arhányt Nagyszalontán, milyen kedélyesen töltötték az időt, azt a bűbályos verset, amit Petőfi a kisfiúnak írt, az Arhány Lacinak című verset, azt ugye máig örömmel olvashatjuk. És ugye ez odáig elment, hogy Petőfi, amikor megnősült, a feleségével együtt is meglátogatta Arhányékat, majd pedig, amikor a háború viszonyai között már nagyon nehéz helyzetben volt, akkor Júliát a gyerekkel egy ideig Arhány Jánosra és családjára bízta. Itt még egy dolgot hozzá kell tenni, hogy ennek a kapcsolatnak Szendhelyi Júlia bizonyos mértékig egy próbaköve is lehetett. Hiszen tudjuk, hogy Petőfi hábízta a gyereket és Júliát Arhányékra, de Arhány egy idő után egy rendkívül kedves és bizonytalan levélbe azt kérdi, hogy kedves Sándor, olyan bizonytalan a helyzet, hogy bizonyára megérted, hogy el kéne vinned az asszonyt és a gyereket, mert nem tudok felelősséget vállalni a történendőkért. Nem tudjuk, mi történt, de nyilvánvalóan az volt, hogy Szendhelyi Júlia egy egészen más típusú nő volt, mint amilyen nőtípust Arhány János és családja ismert és elképzelt. Ugye Szendhelyi Júlia egy nagyvárosban nevelkedett, franciául, németül olvasó, zongorázó, rövidhajú, szivarozó, modern nő volt, aki a nyilvánosság elé lépett, aki ugye kihívta saját családja haragját azért, mert bevallotta, hogy szerelmes a Sándorba, ez abban az időben nem volt nyilvános téma. Tehát vállalt egy olyan nyitott és bátor női szerepet, ami távol állt, felteszem, Arhány Jánosnak az elképzeléseitől, és nyilván távol állt Arhány feleségének az elképzeléseitől is. Arhány János és Szendhelyi Júlia között, mondjam, szoros kapcsolat aztán soha nem alakult ki Petőfi halála után, se pláne, hogy a Júlia aztán hozzáment egy másik irodalmához. De mindez, hogy mondjam, magát az Arhány-Petőfi kettősséget, azt egyáltalán nem felhőzte be. De éppen ezért roppant érdekes az, hogy mi lett ebből a kapcsolatból későbbiekbe az irodalom történeti leírásokban. Ugye Arhány, tudjuk, hogy csodálatos módon ápolta végig Petőfinek az emlékét. Ismerjük az Emlények című versét, a 30 év után című versét, és tudjuk, hogy Petőfiről mindig a legmagasabb elismeréssel nyilatkozott, akkor is, hogyha nyilván voltak olyan Petőfi versek, amik nem az ő ízlése szerint működtek. Sőt, van egy megrendítő adat Arhány Lászlónak, tehát János fiának a emlékezéseiből, hogy apám többször mesélte, hogy álmodott Petőfiről, hogy
egymás kezét fogva repültek az égen. És ez igazán szépen mutatja, hogy milyen volt kettejüknek a kapcsolata. Éppen ezért érdekes, hogy amikor a hány halála után az irodalomtörténetírás és az iskola megalkotta ennek a barátságnak a tényleg a nagy patetikus képét, rögtön csinált egy vágást is. És azt mondta, hogy ezek ketten együtt teszik ki a magyar irodalmat, de oly módon, hogy Petőfi a lírikus, és Arany János az epikus költő. A magyar lélek két nagy elemből áll. A szangvinikus forradalmásság, és a megfontolt józanság, és ezt kvázi Petőfi és Arany elosztották egymás között. És ezért együtt kiteszik az egészet. Ennek következtében van az, hogy az iskolában nem szokták az legutóbbi évtizedekig tanítani. 120 évig nem tanították Arany Jánosnak a líháját, és Petőfinek az epikáját szintén nem tanították az iskolában. Csak a János Vitézt, mint gyermekmesét, de a többi epikus művéről egy szót nem ejtettek. Az apostol, kérem, csak a szocialista kultúrpolitika helyén került be az iskolai tantervekbe. Érdekes, hogy egyszerre alkották meg kettejüknek a közös szobát, és ugyanakkor pedig mind a kettejükből levágtak egy-egy jó nagy darab részt. Holott, ha ma elgondoljuk Arany János életművét, bizony azt mondja a legtöbb irodalma, most a 200 éves Arany évforduló kapcsán nagyon sok költő irodalomtudós mondta, hogy a líháját tekinti érdekesebbnek, mint az epikáját, és a nagykőhösi elégia költészet bizonyos értelemben korszerűbbnek minősül, az őszikék modernsége korszerűbbnek minősül, mint a Toldi trilógia vagy a Buda halála. És ugyanígy Petőfinél is a Petőfi epikai műveinek elhallgatása érdekes módon vezetett ahhoz, mint hogyha Petőfiben csak ezt a szangvinikus fiatal embert kellene, vagy ő lehetne látnunk. Na, ezt csak azért mondom, mert ilyen érdekes az egész kanonizálási stratégia, ami, úgy mondjam, 150 éve folyik, és ma is még nagyon sok helyen érezhetjük a hatását.